Képviselőtestület ülés Beleden, második rész. Hetes pont, ugyanis elugott a hatós, hóáthatajtási ajánlat elfogadása. Hát az eléggé beszédes ez a cím, hogy hóáthatajtási ajánlat, mivel hogy nem kell a pályázatokkal választani, egy ajánlat érkezett, most már évek óta a hóáthatajtási kiírásunkra. Katitonsz Kft. Részéről, úgyhogy tulajdonképpen azért szól így a cím, a napirend, hogy hóáthatajtási ajánlat elfogadása. Annyit tehetünk, hogy vagy elfogadjuk, vagy nem, és akkor nézzük majd, hogy mi történik. Na mindegy, kérdezem a pénzügyi bizottságot, hogy milyen döntés hozott. Pénzügyi bizottság egyhangulag elfogadta Katitransz 2021-22-es hóáthatajtási ajánlatát, a készenléti díj 250 forint plusz áfa, amely magába foglal 8 óra hóáltakarítást, ezen felülű munkák 13.500 forint plusz áfa üzemórával lennének számolva, ha még felmerül. 250 ezer forint plusz áfa, bocsánat, hogyha... és akkor plusz üzemórák, tehát az 8 órát foglal magába, azon felüli üzemórák 13.500 forint plusz áfával lesznek számolva, és ezt egyhangulag elfogadta a pénzügyi bizottság. Köszönöm szépen. Annyit még esetleg tájékoztatásképpen, amit tudom mondani a elmúlt évek gyakorlatából, hogy hát ugye milyen telek vannak, azt hiszem, hogy az elmúlt 3-4 évet próbálok visszaemlékezni, illetve nem próbálok, hanem tudok is, akkor ők voltak már a vállalkozók erre a feladatra, és a 8 óra, akkor is, tehát évről évre az alapdíjban a 8 óra mindig bent van, és ha jól emlékezem, itt a 4-5 évnek a rendszerére mindig egy kivétellel a többi évben elég volt a 8 óra a szükséges felmerülő hóáthatajtási munkákra, tehát ezt nem hagyta meg soha. Nyilván ez lényeges, hogy az ember odafigyel, hogy mikor kell a havat takarítani, tehát akkor, amikor már vége a hóesésnek, nem az elején, és ha már nagyon letaposták, akkor meg már mondjuk nem érdemes, hanem akkor meg kell várni, amikor föllatyakosodik egy kicsit, aztán akkor letoljuk. Na, nem akar előadást tartani, de nyilván ez is szerepet játszik abban, ez az odafigyelés, mint mindenre oda kell figyelni, hogy beleférünk az ott esetben a 8 órába, és fölöslegesen nem futkosunk a hótolóval. És nem haszontalan, hogy ezt elmondjam, mert adott esetben a lakosság is lehetséges, hogy elvárna, hogy miért nem jön már a gép, meg stb. De hát nyilván megvan mindennek a, úgy gondolom, hogy ezt mi tudjuk, vagy kell, hogy tudjuk, azért ülünk itt. Megvan mindennek a optimális ideje, amit pontosan én úgy gondolom, hogy jó együttműködéssel és talán sikerült az elmúlt években úgy betartani és időzíteni, hogy nem volt egész rengető probléma itt a hóhelyzetből, bár nyilván hó sem nagyon volt, tehát ezt hozzá kell tenni. De tudjuk azt, hogy, és nem akarom mondani, melyik város, mert akkor az reklám lenne, néha 3 centi hó leesik, akkor már néhány helyen megbénul a közlekedés. Azért ilyen eseteink voltak, de nálunk bénulás az nincsen. No, köszönöm, aki egyetért, vagy van-e kérdés? Aki egyetért azzal, hogy a beadott ajánlatot elfogadjuk a elnökasszony ismertetése alapján, az készfeltartással jelezze egyhangon. Köszönöm szépen! Nyolcas pont következik. Döntés a 2022. évi járda és útfelújítási munkákról. Hát ugye ehhez anyag nem volt, igazából a pénzügyi bizottság ülésen azzal vezettem elő, mivel én vagyok az előadó,
hogy nem elég idegkorán kezdeni a következő év munkájának is a tervezését. Már csak azért is, hogy hát az idei év is, a tavalyi év is, de talán mondhatom azt, hogy az elkövetkezendő évek is arról fognak szólni, hogy a vállalkozók kapacitásai rendkívül szűkösek. Jobb azt nekünk időben bebiztosítani, hogy meglegyen a kivitelezőnk biztonsággal. Most még 21. november végén, 22-re vonatkozóan akár, mint mondjuk 22. márciusában, áprilisában keresni rá kivitelezőt, és akkor körülbelül nézni, hogy hoppá, kinek van még, mert ahogy mondom, ez a kapacitások ezeknél a kivitelezőknél már néha jó előre, egy évre le vannak kötve, tehát valószínű, hogy már tudják. Mint ahogy hál' Isten a fényes vendégvel is tudja, bocsánat a reklámét, hogy az összes lakodalom le van foglalva a jövő évre, tehát igyekezni kell, aki programot akar szervezni. Tehát így megy ez, és aki ezt nem tudja, az hoppon marad. Tehát mi ezért tárgyaljuk azt, hogy a járdáink és útjaink a jövőben melyek legyenek. No, a pénzügyi bizottság akkor kérdezni önök azt mondta, hogy milyen döntés hozott. Ugye sok mindenről tárgyaltunk, nyilván itt viták, meg vélemények ütköztek, beszélgettünk, de azért történt valami határozott adattal, emlékeim szerint, vagy javaslat. Hát végül is arról beszéltünk, hogy akik jelenleg csinálják a munkálatokat, az egyházi Istvánék, munkakapacitásától, illetve attól függ, hogy mikor tudják elkezdeni. Ha jól emlékszem, a jövő év elejéről volt szó, hogy a jövő év elején el tudják kezdeni, ugye az Arany János utcáról, Hunyadi utcáról és a közintézmények előtti rossz járda szakaszokról volt szó, illetve szó volt róla, hogy a Vicai úton, Vásártér utcában a kerékpárút állapota hát nagyon síralmas, ugye közel 20-30 éve volt felújítva, és ugye tudva levő dolog, hogy eleve az összeköttetés Beled-Vica között ott zajlik, illetve a futballpálya, sportpark, illetve a kerékpáros pihenőben is azért sok-sok lakos kerékpározik, gyalogol, babakocsit tolnak, stb. Úgyhogy annak is indokolt egyrészt az összekötés a tűzoltószertártól a vasútig, illetve a kerékpáros útnak a felújítása, mert hát az arra már új aszfaltréteg kellene. Tehát erről volt szó, és ebben a pénzügyi bizottság tagjai egyet értettek, hogy sok-sok utca van, meg még szóba került az Árpád utca is, de ugye ott valami olyan probléma volt, hogy mi volt ott tagon, segítsetek? Közúttal egyeztetni kell. Szóba került a Jókai utcának a felújítása, ugye, illetve a járda, új járda kialakítása is. Tárgyaltuk a Pacsirta utca állapotát is, de amit most így a sorrendben következő, a közintézmények, az Arany János utca, a Hunyadi utca, és ugye tehát ez a kerékpárút, és folyamatában azt terveztük, hogy ugye anyag van, tipegő térkör van, a munkásoknak az aktivitását, pénzünk is van elvileg, gyakorlatilag, úgyhogy gyakorlatilag tenni kell, hogy minél több jó úton korzózhasson Beled lakossága, úgyhogy ez a célunk, és reméljük, hogy minél előbb ez meg is lesz valósítva, úgyhogy egyhangulag megszavazta a pénzügyi bizottság, hogy ez ügyben minél előbb aktiváljuk a munkásokat és a lehetőségeket.
szépen. Hát felszólt a félváros, de nem baj, mert tényes való, hogy még csak a felével se vagyunk készen, de már azt hiszem, hogy a járdák tekintetében szép eleménnyel büszkélkedhetünk. Az útjaink meg eddig is azért nagyjából követték a szintet, tehát azon nem volt ilyen nagy elmaradás, hogy úgy mondjam. Viszont útfelújításra szükség van, azt még hozzámondom, mert erről szó volt és fontos talán, hogy várják nyilván az illetékesek, az érintettek az Arany János utcát, meg lehetne mondani, én azt gondoltam, hogy a Béke utcát, csak addig, amíg a kérdéses útszakaszokon, utcákban a vízcső cseréje nem történik meg, addig útfelújítással nem mennék bele ezekbe az utcákba. Ez azt hiszem, hogy teljesen egyértelmű, de sajnos a mi bőrünkön erősen éreztük azt, hogy amikor egy olyan területre viszünk aszfaltot, aszfalt burkolatot, ami nincs megfelelően meglepedve, lásd a csatornaépítés utáni útjavításainknak az eredménye olyan felemás, mondhatnám azt, hogy finoman, ugyanis 10 év után is megsüllyedtek az elkészült burkolatok, pedig 10 évet pihentek, talán annyit legalább pihentek szerintem az elkészült csatorna. Nem voltak azonban csinálva, nem. Volt ott pihenés, de kevés volt a pihenés, tehát ez elkerülendő azokon a helyeken, ahol nem történt, nem még a csere, oda semmiképpen nem megyünk be. Az Arany János utcában megtörtént a vízvezeték, gerincvezeték cseréje, meg a bekötések is újra köttettek, vagy újra megtörténtek. Tehát ott elvileg már ez ügyben nem lesz turkálás, viszont a feltúrt területtel én legalább egy évet még várnék az ülepedés vonatkozásában, és akkor csak azt követően, hát én azt gondolom, hogy 2023-ban talán már biztonsággal lehet egy olyan döntést hoznunk, hogy nem megy kárba az oda lerakott aszfalt, tehát nem fog lesüllyedni, vagy eltörni. Úgyhogy emiatt útról azért nem tud beszélni elnök asszony, ahogy mondta, hanem a kerékpárútról beszéltünk. Viszont konkrét határozatot szerintem csak most én azt gondolom, hogy a Hunyadi utcáról hozzunk, ha kérhetem azt a testületet. A másik ügyekben pedig az, hogy folytatódik az előkészítése a munkázoknak. Tehát a kerékpárút vonatkozásában, meg a Árpád utcai járda vonatkozásában is ugye még kell, hogy folytatódjanak az előkészületek. Nem tudom, hogy van-e erre vonatkozóan értelme határozatot hozni, de majd mindjárt itt meghallgatom a véleményeket, meg esetleg jegyzőasszony is hozzámondja a véleményét, hogy ezt is belefoglaljuk a határozatunkba esetlegesen, mert azok ugye még egy előkészítés alatt álló területek, viszont magáról a Hunyadi utcáról konkrétan tudunk olyan határozatot hozni, hogy azt gyakorlatilag már árvajánlat kéréssel tudom azt a területet, hogy úgy mondjam, kiküldeni a vállalkozók fele, és én vállalkozók nem kötném ki, hogy ki fogja csinálni, mert azt még nem tudom, nyilván nincs megadva. De által említett vállalkozás csinálta eddig Belden szinte az összes, vagy talán az összes járdánkat, mivel hát így akkor nincs ezzel semmi baj, mert minőségben, kivitelben, meg árban is mindig a legjobbak voltak. De hát talán ez is értelemszerű, hát nyilván a legolcsóbb a helyi tud venni, hogyha minden jól működik. Úgyhogy szerencsénk, hogy van ilyen, és tudunk erről beszélni. No, tehát magyarul a kiírásra, az elkészítésre már a Hunyadi utcában tudunk menni, a többi terület pedig még előkészítést igényel, tehát ennyi lenne, amit el tudunk határozni. De van-e hozzászólás, ezt kérdezem. Ha nincsen, akkor hogy minden egyértelmű, az megkérdezem Zsuzsát, hogy akkor belefogadjunk-e mindent a határozatba. Javaslatom az lenne, hogy külön döntést hozzon a tisztelt testület az árajánlat kérésről, a konkrét kijelölt utca szakasz, járda szakaszról,
illetve külön döntés esetleg az előkészítő felmérésekről, költségek kidolgozásáról a többi érintett tud kiáltára vonatkozóan. Köszönöm szépen. Jó, köszönöm szépen a tanácsodat és a javaslatodat. Akkor elsőként akkor egy olyan javaslatot teszek, hogy aki egyetért azzal, hogy a következő évben egyébként az alanyás utcára már megvan a kiválasztott kivitelező, tehát az már az még az idei évnek a átcsúszása, tehát pont ezért vagyunk, mert annyira terveztük, de átcsúszik a következő évre, de már megvan a határozatunk, tehát az már kész. Most következne a Hunyadi utca vonatkozóan a meghívásos árajánlat kérés. Aki egyetért azzal, hogy a jövő évre vonatkozó kivitelezési határidővel, hogy ez nyár közepe vagy nyár vége, ezt nem tudom, ezt majd még eldöntjük, de szerintem a nyár végét bele kell tennünk ahhoz, hogy biztonsággal tudjunk több résztvevős eséllyel meghívni kivitelezőket. Az egy kicsit nyújtani kell az általunk elvárt határidőt. Tehát mondjuk augusztus 31-i befejezéssel írnánk most ki. Aztán lehet előbb is nyilvánvaló, az nem jelenti azt, de akár mondom, ugye tudjuk, hogy a maga az Aranyás utca az március végével van határidőre elkészülve. Tehát, hogyha arra gondolok, hogy akkor, hogyha nagyon szorosra veszem, akár az említett vállalkozást is kizárom a lehetséges pályázók közül, ha túl szűkre szabom a határidőt. Tehát így azért ezt érdemes meggondolni. No, tehát aki egyetért, akkor így az augusztus 31-i határidővel és a Hunyadi utcára vonatkozó árajánlat kéréssel, hogy ezt ha megtegyük, az készfeladatást jelezze. 1, 2, 3, 4, 5, ellene, tartózkodat. Én rövidnek tartom, vagy hát no, nagyon távolinak tartom azt az augusztusnak, hogy tehát előtt kellene. Jó, én elmondtam a... Nem azért vagyok ellene, ellene vagy. Ja, értem. Nagyon masszív pontnak tartom. Jó, értem, nem gond, akkor mert értjük a... Te mindent azonnal szeretnél. Gyorsabban. Ja, hát. Nem azonnal gyorsabban. Hát igen. Van előttünk még tennivaló addig. Zoli? Azt szeretném megkérdezni, hogy elég valóban miért nem kérünk arra javatot. Hát arra is lehet kérni. Azért azt mondtam, hogy vizsgáljuk meg, hogy mekkora szakaszát. Én azt gondolom, hogy a fordulópálya szakasza az nem feltétlenül igényel. Tehát ha menjünk el és nézzük meg, hogy mekkora szakaszt akarunk vagy kérünk, mert ott nincs ilyen... A visszai oldal az teljesen rossz. Azt tudom. Ez az oldal viszont valóban mi jó. Erre gondolok, hogy a pálya mellett. Ugye, hát most... Hát a pálya mellett is ma bejáratna, azt egy repelése vannak. Tehát csak közvetlen, de pálya mellett van. Hát az is számít. Hát ezt még meg kell döntenünk, hogy... Kérdően, hogy jó. Hát nézzük lehet, meg, lehet a... Nézzük meg csak mondom, akkor egy kicsit lehetne ezt is pörgetni, és így gyorsabban. Ha a pénzünk van, akkor... Az a helyzet, hogy aszfaltozásra arra mindig könnyebben tudunk kivitelezőt találni, tehát az nem annyira, hogy úgy mondjam, sürgős ilyen szempontból az a történet, de én azt mondom, hogy én tengerbe vizet nem öntenék. Tehát a meglevő aszfaltra még egyet látni, csak azért, mert hogy biztos, hogy úgy jobban néz ki az említás, de maga funkcionálisan nézzük meg, hogy igényli-e, hogy akár azt a 200 méteres szakaszt is újra csináljuk, vagy azt kihagyjuk, és akkor valahogy becsatlakozzunk. Tehát tudom, hogy a legszebb akkor lenne, hogy egyben lenne minden, de én ismétlem tengerbe vizet, azért mert van pénzünk, nincs pénzünk, mert ezer helye van a pénznek, tehát az meggondolandó. Tehát van mit csinálni bőven. Ezért nem mondtam, hogy azt még nem döntjük el, együtt vegye a fáradtságot a minden képviselő, nézze meg, próbáljunk egyesével jutni ebbe a kérdésbe, ha nem siker egyesével jutni, akkor menjünk ki együtt, és ott mondjuk el a helyszínen ezeket a véleményeket, tehát ez így működik, azt hiszem, hogy ott. Az a helyzet, hogy bocsánat, de először azt kell, hogy valami szakemberrel végig menjünk. Mondjuk a Szabó Rót, gondolom, csinál ilyeneket.
Ők nincsenek olyan távol, hogy feltölszem, hogy Mósi székhelyük van. Szerintem téli időszakban nem biztos, hogy gondot jelentene kijönni, és akkor szakemberrel végigmenni, és megnézni, hogy mennyibe kerül, ha végig aszfaltozzuk, meg ha netán kivennénk, már túl drága, az mennyit jelentene. Érdemes-e egyáltalán kivenni abból a az ott szakaszból. Az, hogy meddig aszfaltozni. Tehát ezt szakember tudja megmondani. Nem tudom ezt osztani, ezt a véleményet, mert az, hogy én magam, és te nem a marinai vagy, hanem te a város képviselője vagy, meg mit mindannyian, akik itt ülünk, és azt hiszem, hogy ennyi ilyen szinten értenünk kell hozzá, meg föl is kell vállalnunk azt a kérdést, hogy így laikusként el tudjuk azt, el kell tudnunk dönteni. Nyilván a szakember azt mondja, hogy persze úgy jó, ez egy egyetem kérdés, meg én is azt tudom. De nekünk el kell tudni azt a kérdést dönteni, hogy ez, ha egy bizonyos szakaszt nem csinálunk, mert az jó még, akkor nem csináljuk, és igenis azt a pénzt, azt máshol tudjuk tenni. Tehát az még ott 20 évig jó, akkor 20 évig még jó lesz, mert valószínű, hogy kevésbé szenved, vagy jobb alapja van annak a területnek, nem tudom, de ott valószínű, ott jobban áll a mind. Hát aki arra jár, az tudja, hogy miről beszélek. Dénes? Egyetértek az itt elhangzottakkal, pro és kontra is, mert polgármester úr, Berta képviselőtársa meg én, a 2000-es évek elején itt voltunk, amikor a Vicai út aszfaltozásra került, és emlékeztek rá, hogy az az út közel 1 km hosszú, ugyanilyen hosszú a járd, és úgy tudom 980 méter körül van. Ha azt egy olyan keskeny kerékpárút járda szélességben leaszfaltoztatnánk, mint mondjuk a Pacsirta utcát, az nem milliós, több 10 milliós költség lenne, és mondjuk azt, hogy most van pénzünk, de érdemes felmérni azt, hogy mely részekre van szükség aszfaltozásra, nem az egészet egyszerre, mert mondom, az én véleményem szerint az nem 10-20, hanem akár 30 milliós költség is, és ilyen hosszan utat még nem csináltunk, aszfaltozást kilométeres hosszban, mint a 2000-es évek elején, amikor a Vicai utat csináltuk. Aha, köszönöm szépen. A Vicai utat mondod, de nem a kerékpár utat. Nem, de a 3 méteres szélességeben majdnem megvan most is, az több 10 milliós költség lenne, és érdemes előtte felmérni, hogy melyik részekre van szükség felújításra. Hát egész biztos, hogy néhány millióból nem oldod meg, természetesen. Hát tudjuk az aszfalt 10 méter költségeit is, legutóbb az idén is csináltunk utcát, emlékeztek rá talán. Nyilván itt mondtuk, hogy nem kellene olyan vastag teher, vagy hát aszfalt réteg, mint egy olyan úton, ahol hát 20 tonnás járművek is járhatnak, meg stb. Ez egy kerékpárút. Kerékpár és gyalogosút, mert azt hiszem, hogy két funkció. Azért el is van választva végül is, vagy valamikor el volt, még helyen közel látszik a választóvonal. Tehát nyilván megkérdezzük, nem kizárt, amikor eldönti a testület, hogy az 1 kilométerből 700 vagy 800 métert kell feltétlenül, nyilván azt már meg tudjuk kérdezni, mert akkor már csak szorzás kérdése, hogy mennyibe kerülne a 800 méter helyett az 1 kilométer, az akkor már menni fog, de azt mondom, hogy először döntjük el, nem fogunk elkésni ezzel egyébként ezzel a dologgal, mert az aszfaltozási kapacitások, ez egyszerű viszont munkafázis ez, gyakorlatilag egy napról van szó, vagy egy-két napról kijönnek, jön a finisher, lehúzza, kész. Hát van egy kis előkészítő munka, meg egy befejező munka, tehát ez egy egyszerűbb munkafázis, mint egy 4-500 méteres járdának a 2-3 hétig tartó kivitelezése. No, oké, tehát ezért mondtam Balázs az Zoli. Csak én szeretném mondani, hogy szerintem annyira nem bonyolult, sokkal egyszerűbb, mert kérnénk az egész utájpajlatot, meg kérnénk egyet arra, amiről azt gondoljuk, hogy az első hosszanti repelést is valamit viszont, hogy megcsináljuk. Arra a két vállalkozott, a képviselőtestület át tudja rendelni, hogy akkor nekem most melyik a megfelelő. Jó, így lesz. Ez ilyen egyszerű. Jó. Oké. Ezt is lehet. Én még tehát a testet most azt mondja, hogy akkor kérjünk erre is a lehetőt, akkor én állok elébe. Még azért van egy kérdésem, az, hogy most tudnak-e
novemberben felelős árat adni a következő év április-májusi aszfalt áraira vonatkozóan, mert Zoli ugyan ingatlan a fejlet, te arra gondolsz, hogy manapság kevés olyan építőipari cég van, aki egy hétnél tovább, sőt valaki olyat ad, hogy ez az ár most érvényes, holnap lehet, hogy más lesz. Én azért ingatlan a fejlet. Tehát én kérhetek, de itt egy áprilisra vonatkozóan nagyon nehéz. A járdánál azért vagyok egy kicsit talán könnyebb helyzetben, mert a szükséges anyagunknak a nagyobb része, tehát több mint a fele, azt mi adjuk. És talán ott könnyebben tudnak kalkulálni esetlegesen. Sőt, esetleg be lehet szerezni előre az oda szükséges anyagok másik részét is. De itt az aszfaltra, hogy az aszfaltkeverő majd áprilisban milyen árat határoz meg, ezt most gyanítom, hogy ezt felelősen nem tudják megadni. Úgyhogy ezzel ilyen gond is van, de megpróbál, nyilvánvalóan fogom mondani az eredményt, mert nyilván ez nem kerül sokba, hogy én kérek akár négyzetméter ajánlatot. Tehát ezzel nincsen gond. Visszatérve, hogy haladjunk az Árpád utca vonatkozásában, pedig elkezdjük a közúttal fölvenni a kapcsolatot, és intézni az oda vonatkozó engedélyeket. Ugye szóba került a Jókai utca, a Jókai utcánál meg ugye azt kell tudni, hogy én azt, de ezt már beszéltünk is, amit most mondok, talán a érdeklődő és érintett lakosság számára információ, hogy megvárnám és megvárnánk az út felújítását, ami reménység szerint látható távolságban van már, tehát maga a tervezése elkészült az útnak, az útfelújításnak, ugye ami érinteni fogja, ismételten mondom, talán már volt róla szó, de nem árt sosem ezt hangsúlyozni, tehát a Jókai utca, ugye a 86-os kereszteződésétől, elkanyarodva a Rákóczi utca, van a nyugati irányban, és egészen kimenne ez a felújítás a kapuvári 4-es kereszteződésig. Tehát erről a hosszú, és azt hiszem, hogy mindenki által, sokak által régóta várt és elvárt útfelújításról van szó, és akkor ennek csak az érintettsége okán mondtam, hogy a Jókai utcában a járdépítést emiatt megvárnám, mert ott azért komoly munkátok lesznek, nem feltétlenül azzal, hogy a finisher végigmegy és lenyomja azt a 5-6 centi aszfaltot, meg majd megcsinálják a patkát hozzá, de már a patka már szóba jött, hogy mi jön el, hol fér el az árok, tehát ott már van egy jó néhány kérdés merül föl, és nem lenne jó, hogy mi a járdával túlterjeszkedjünk, és valami olyan helyzet álljon elő, ami akár a járdával okoz károkozást, akár tehát bármi más olyan konfliktus lenne emiatt. Tehát mindenképpen én úgy gondolom, hogy indokolt azt megvárni. Addig egy kis türelmet kérünk az ott haladóktól, vagy arra lakóktól. Jó, akkor ez lenne, tehát akkor nem tudom, hogy most már nem emlékezem, hogy miről döntöttünk, mert meg volt a Hunyadi utca? Meg volt. Akkor döntsünk arról is, hogy akkor, de ezt egybevenném, hogy akkor az előkészítő munkára, akkor fogalmazok úgy, hogy az előkészületi munkáltaikat az említett szakaszoknak, tehát az Árpád utca járdának, illetve a kerékpárútnak, akár az árajánlat kérdésre vonatkozóan is, ezt meg fogom tenni, és nyilván a sikerességét nem meglátjuk. Tehát ez irányban akkor eljárunk. Aki egyetért ezzel a javaslathoz, készfeltartás jelezze. Egyhangon köszönöm szépen. 9-es pont. A kapuvári rendőrkapitányság kapitányság vezetőinek kinevezése, írásbeli előterjesztés, tehát előttünk van a megyei rendőrfőkapitány, dr. Urbán László, Zoltán László gandártábornok úr kérése, miszerint Tormi Tamás rendőr alezredes úr, aki közel egy éve a kapitányság vezető kapuváról megbízottként, és most pedig kinevezésre kerülne sor, és ehhez kéri
a képviselő testület támogatását. Kérdezem, hogy van-e vélemény, ki ismeri Torma Tamás rendőr, azt hiszem jobb, ha nem ismeri nyilvánvalóan. Én ismerem, tehát én annyit kell, hogy mondjam, akkor elmondom én a saját személyes élményemet. Rögtön, ahogy a Lezeres urat megbízták a kapitányság vezetésével, azt követően látogatást tett itt a, nálunk a Városházán, bemutatkozó látogatást, tehát összeismerkedtünk, és igazából hát tulajdonképpen én ilyen keresztül megismertem, meg azóta már egy alkalommal biztos, tehát nem most a nyáron, vagy a nyár végén voltam ott egy ilyen rendőrségi nevezett közgyűlésnek, nem is tudom, meghívható ez, ahol a polgármesterek voltak a meghívottak, illetve az intézményvezetők. Lehet Piszita is voltam meghívott, nem tudom, de nem volt ott, igaz? Csak meghívott lehettél talán. No mindegy. Tehát egy ilyen összejövetele, vagy gyűlés, vagy találkozás, ahol gyakorlatilag a beszámolókon túl mindenki elmondhatja, és el is mondja a felmerülő problémákat. Mert ez volt a jó, amit az a nyár vége fele, igazából a jelen volt ott ugye a megyei rendőrség kapitány úr is, és hát a polgármesterek többsége, sőt a teljessége jó véleménye volt a rendőrség munkájáról. Nyilván vannak apró észrevételek. Most azt is tudni kell, hogy és ezt a megyei rendőrfőkapitány úr mondta a saját előadásában is, vagy beszámolójában, hogy az a korábban megszokott rendőri jelenlét az sajnos már nem megy most. Hogy sajnos vagy nem sajnos, hogy úgy fogalmazott, hogy más elvek szerint épül fel a működésük igazából, és én ezt hát magam úgy fordítottam le, hogy talán maga a lépszámmal való gazdálkodás is oka ennek az új helyzetnek, de ahogy ő elmondta, tehát az ő általuk felvázolt, illetve jelenleg is alkalmazott szolgálati rend, amivel itt a településeket próbálják, hogy mondjam, szemmel tartani és ellátni, az elvileg ugyanolyan hatékony tud lenni, mint az, hogy ugye korábban ugye óra-órára mindig láttuk a rendőrt az utcán, most nem minden faluba, akár ugye, mert nem csak Beledet kell nézni, hanem az összes települést, nincsen mindenhol, de elég az, ha egy nap egyszer megjelenik, vagy elég az, hogyha ugye a rendszer az nyilván működik, mert ha probléma van, akkor azonnal tudna beavatkozni, tehát így erről van szó, és meg hát nyilván a jó kapcsolatról, amiben beletartozik, és itt ismétlem talán vagy föl, aztán a lehetőséget, hogy a lakosság is, a lakossággal való kapcsolattartás is beletartozik, és az a fajta gyakorlat, amire biztatok mindenkit, hogyha valami olyasmit észlel, ami úgy éli meg, hogy rendőrségi intézkedést vagy beavatkozást igényel, akkor a legtermészetesebb, mondhatom azt is, hogy állampolgári kötelessége jelezni, nem csak a maga, hanem a mások érdekében is. Tehát ne úgy működjön, hogy lát egy gyanús kocsit, ugye most utalok itt akár egy rosszos gyűjtőre, akik tudjuk, hogy néha nem a rosszosat gyűjtik, hanem mást akarnak. Na, itt már elment, majd talán a szomszédasszonyhoz kopogtat be. Tehát ne így viselkedjünk, ne kopogtasson be senkihez. Érdemes az ilyen helyzeteket a rendőrnek megvizsgálni, hogy milyen alapon vagy milyen szándékkal mozognak ezek az emberek. Megjegyzem, manapság már nem annyira gyakori ez. Tehát most nem régebbi történet, vagy régebbi gyakorlat volt ez, de most is előfordul azért, én láttam, jó magam is
számon kértem a ilyen gyanúsan mozgó társaságot, akiknek elvileg azt mondja az úriember, hogy van engedélye, mondom, mutassa meg, ja, már nem volt akkor, tehát ezeket nyugodtan őnek nyilván nem kell belekötni, de kell jeleznie, akár felénk, akár rögtön a rendőrség felé, hogy ilyen van, mert ezek általában olyan esetek, amiket érdemes megvizsgálni. Bocsánat, hogy erre kitértem, de azt hiszem, hogy itt ennél a témánál talán alkalmas volt elmondani, hogy azért figyeljünk egymásra, meg a helyzetekre. És ez ne tekintse senki feljelentésnek, meg stb. Meg spiciliségnek, ez nem arról van szó. Arról van szó, hogy a mindannyiunk békéje és békés egymás mellett élése és biztonsága a okán, ez hozzátartozik az, hogy figyelünk egymásra, és ilyen gyanús vagy gyanúsnak látszó esetek mellett nem megyünk el szótlanul. Ennyit legalább megteszünk. Manapság a telefon világában, mondom ezt még hozzá, mert nem úgy működik, amikor még ugye csak a pártitkárnak, meg talán az orvosnak volt telefonja, manapság mindenkinek a zsebében van, nem probléma egy ilyen dolgot jelezni. Jó. Akkor igazából ebből talán ennek a tetszene. Van-e hatalmi javaslatom? Nincsen, ugye? Akkor igazából egy olyan hatalmi javaslatot teszek föl, hogy a képviselő testületen, úgy mint Beled város képviselő testülete, támogatja Torma Tamás rendőrözöves urat, a kapuvári kapitányság vezetőjének a kinevezésére. Aki egyetért a hatalmi javaslatommal, az képviseletartást jelezze. Egyhangú köszönöm szépen, és jó munkát kívánunk a lezőségnek és minden rendvédelmi tartozó kollégának. Következik, azt mondja, közmeghallgatás időpontjának és napirendjének meghatározása. A közmeghallgatás, mint ahogy szokott és rendben szokott menni, minden évben december elején. Tehát évvégén és december elején szokott megtörténni, kivétel az a 2020-as év, az avai év, amikor a helyzet miatt nem tudtunk, sőt, még ilyen testületülést sem tudtunk tartani. Ugye most ebben a pillanatban még ez a testületülés, bár egy kicsit álcázottan már, mint hogy maszkolósan, de azért működik. Nem tudjuk, hogy mit hoz a holnap, viszont talán, amennyiben lehetséges, akkor úgy gondolom, hogy mindenképpen lehetőséget kellene biztosítani a lakosság érdeklődő részének egy ilyen nyilvános testületülésen való részvételre, ahol természetesen már mindegyik ülés nyilvános, de úgy nyilvános, hogy ő is hozzá szólhat és felvetheti a javaslatait. Erről szól, van itt egy hatalmi javaslat is, ami szerint december 7-én keddi napon 17 órakor tartanánk, és mivel a szokásos helyszín az most felújítás alatt van, igazából itt a Városháza házasságkötő termében tudnánk megvalósulni. Ennyi lenne. Van esetleg a testületnek véleménye, hozzászólása? Nyilván itt szerepelnek a tervezett napirendi pontok is, amelyekben nincsen semmi különleges, ezek is az évek óta szokásos, mivel hogy a világ úgy áll, hogy ezek a témák tartoznak ide, mint közérdekű és a lakosságot érintő témák. Úgy látom, hogy nincsen, akkor ezt is szavazásra tenném. Aki egyetért a határozati javaslattal, ami vonatkozik a napirendre, illetve a közmeghallgatás időpontjára, az készfeltartásra jelezze. Egyhangú köszönöm szépen. Akkor következzen most a
javasolt 11-es naprendi pont a járművek beszerzése és értékesítése. Talán kezdjük az értékesítéssel. Ugye a pénzügyi bizottság ülésem javasoltam, hogy azokat a járműveinket, amelyek már kevésbé használatban, hát nyilván én itt most már több év gyakorlatából beszélek, nem csak az idei év gyakorlatából, illetve azokat, amelyekre adott esetben még az sincs, aki ráüljön, magyarul nincs sofőrünk, azokat a járműveinket érdemes lenne, amíg nem rossz vasként lehet őket, hogy úgy mondjam, eladni, hanem még járműként, még valami haszonjárműként, tehát használható eszközként, addig érdemes lenne értékesíteni. És itt ebben a vonatkozásban szóltam a több mint 30 éves Zetor traktorunkról, hozzá tartozó pótkocsiról, illetve szóltam a 15 éves, ha jól emlékezem a korára, Volkswagen LT 18+1 személyes autóbuszunkról, amely valamikor kiskrabuszként került az akkori nem városhoz, mert akkor még nagy község voltunk. És hát igazából ugye ahhoz sincs sofőrünk, bár adott esetben az évi 12 alkalommal, tehát egy tucatnyi alkalmat tudtam mondani, alkalommal akkor alkalmi sofőr azért még találunk rá, de nyilván ez is korlátos, tehát ki tudja, hogy meddig. Talán azért ezt meg lehetne mondani, de nem könnyű, meg hát ahogy a jármű korosodik, úgy egyre nehezebb, meg nyilván egyre szerintben is lesz olyan szempontból biztonságos, hogy más nem mondjak, mert számomra biztonságos, de például az iskola vonatkozásában nem tudunk vele szolgáltatást nyújtani, mert a tankerületnek eleve van egy olyan korlátozó döntése, ha jól tudom, 13 éves a felső korhatár, annál idősebb járművekkel nem lehet, nem engednek gyermekeket szállítani. Tehát ebben az oldalon már korlátozott a lehetőség használatára, tehát igazából ez is egy olyan indok meg érv amellett, hogy próbáljuk még, amíg lehet valamit kapni érte, amíg próbáljuk meg értékesíteni. Ez volt az értékesítés. A másik a beszerzés oldala. Ugye a költségvetésünkben már azt hiszem harmadik alkalommal szerepeltetjük azt a tételt, hogy egy használt autós járművet szereznénk be, úgy 10-12 év, de akár lehet, hogy 8-9 év, tehát mondjam azt, hogy 8-12 éves korhatárig. Ebben a korosztályban nyilván már erősen érdemes már a műszaki állapotot megvizsgálni, és ebben a korosztályban az árak, ahogy már nézelődtem, ugye a bruttó árakat mondok, ugye 3 milliótól 4-4,5-5 millióig terjedhetnek, attól függ, hogy miért talál az ember, és eddig egyik éven is sem sikerült, mert valamiért az időből kicsúsztunk ezt megoldani. Most viszont jó lenne, és a pénzügyi bizottságülésen kértem, hogy hozzunk egy olyan határozott javaslatot, hogyha én elmegyek és megnézek, nyilván még valaki nálam okosabb, már szakmailag okosabb és hozzáértőbb autó szakértővel, és rögtön úgy döntünk, hogy ezt érdemes megvenni, akkor meg tudjuk azt tenni, hogy rögtön megvásárolom, tehát legyen egy olyan fölhatalmazás a polgármesternek, hogy ott azt tudja mondani, hogy nem hogy majd két nap múlva visszajövök, mert még a testülettel meg kell beszéljem, hanem tudjam azt mondani, ez nekünk kell, és én biztos, hogy bevő vagyok, akár erre írok egy papírt, vagy ott hagyok foglalót, vagy valamilyen módon, az már a megbeszélés kérdése. A lényeg, hogy ilyen módon le lehessen foglalni, stoppolni, fixálni, és akkor így megoldódhat a beszerzés, mert talán mondom sem kell, hogyha én nem viszem el,
De nekem tetsző autót lehet, hogy következő napon már valaki más elviszi, mert nyilván azért, aki először a pénzt leteszi. Szóval erről szólt, amit a másik része a beszerzésről, illetve még arról szólt, amiről a pénzügybizottságban is értekeztem, hogy attól függetlenül, hogy most a buszunkat eladnánk, hogyha a testület úgy határoz, attól függetlenül is már régóta probléma, régóta hiányzó lehetőség, hogy nekünk, Belednek, ellentétben a környező településekkel, akik innen-onnan, de főleg ugye a magyar, egyrészt a magyar falvak, másrészt korábban, hadd nem mondjam, milyen pályázatok, de teljesen mindegy, tehát akár pályázati források voltak számukra a falukon, aki szolgálatokat működtetendő, en is ilyen 8-9 személyes járművek beszerzésére, ami nálunk ugye eddig elmaradt, hol ezért, hol azért, hol anyagi okokból, hol szerénységből, de hát úgy gondolom, hogy most már véget kellene vetni ennek a szerénységnek is, meg hát most lehetőségünk is van arra, hogy akkor nyújtózkodjunk egy kicsit, és úgy nyújtózkodjunk, hogy szerezünk be egy ilyen 8 plusz 1 személyes, amit még B-kategóriás jogosítványra vezethető haszon, személyszállító haszonjárművet is, ezt természetesen új értendő az alatt. Itt az újat is ki tudjuk használni. A másik járműnél, amit mondtam, hogy bőven elég a 10 év körüli, arra a célra, amire azt használni akarjuk, még nekünk biztos egy 10 évig az üzemelni tudna egy 10 éves járgány. Tehát ez lett volna a beszerzési oldala, és akkor jelző azt, hogy elkészítette el a matkozóan határozati javaslatokat is, de mielőtt szavaznánk, azért nem szaladunk ennyire, kérdezem a testületet, van-e kérdés, bár a pénzügybizottságon eléggé áttárgyaltuk ugyanezeket a dolgokat, talán mindent elmondtam, ami ott elhangzott. Ennek például kérdezem, hogy van-e kérdés. Amennyire nincs kérdés, akkor itt a határozati javaslatot látjátok? Nem. Igen. Látjátok? Akkor azt mennénk egy egyesével ugyanúgy kell csinálnunk. Tehát az első... Igen, bocsánat, köszönöm szépen a tudást. Kérdezem a pénzügybizottságot, hogy a pénzügybizottság hogy döntött ebben a kérdésben, mert tényleg végigmentett a csalmis. A pénzügyi bizottság az teljesen egyetértett azzal, hogy ami régi jármű, és effektíven nincs is használatban, tehát a Zetort a pótkocsival, illetve a 19 fős Volkswagen buszt minél előbb értékesítsük megfelelő áron, hogy annak a tehát haszontalan jelenleg, úgyhogy, illetve hát már nem is lenne használva. Tehát ezt mindenképp egyetért a pénzügyi bizottság, a másik meg, hogy a 9 személyes kisbuszt, illetve a 5 millióban limitáltuk a polgármester hatáskörét az ügyben, hogy ezt a platós, mit tudom én, kis teherautót, ezt is minél előbb szerezze be, mert köztudott dolog, hogy ez már nagyon-nagyon régóta hiányzik, és nem arra hivatottak a saját gépjárművek, hogy azokba dobálják be a lapátot a minden nyavaját, úgyhogy ezt minél előbb legyen kedves a polgármester, és szerezze be. Jó, köszönöm szépen, Rita. Akkor ezek után én három határozati javaslat készült a háromféle témában. Az egyik az úgy szól, hogy használt kis teleautó beszerzésére, Belváros önkormányzatának képviselőtestete úgy határoz, hogy 5 millió forint értékig használatos kis teleautót vásárol. A képviselőtestet a beszerzés költségét a 2021. évi költségvetésben biztosítja. A testület felhatalmazza a polgármestert a használt kis teleautó beszerzésére és az ezzel kapcsolatos szükséges intézkedések megtételére. Tehát ez lenne az egyik, és erről most szavazunk akkor. Aki egyetért ezzel a hatalmi javaslat, az készfeladatást jelezze. Egy hang, köszönöm szépen. A következő, akkor maradjunk már a beszerzésnél megint. Határozati javaslat, árajárt kérés, tehát még árajárt kérés, 9 személyes kisbusz beszerzésére. Belegváros önkormányzatának képviselőtestete úgy határoz, hogy árajáratot kér 9 személyes kisbusz beszerzésére. Felkéri és felhatalmazza a polgármestert szükséges intézkedések megtételére.
Tehát itt a kegyetért készfeltartás jelezze, Atyám, köszönöm szépen. És ezek voltak a beszerzések, és most jönnek az értékesítések, ez egy javaslatban került meg fogalmazásra. Használt zetortraktor és sportkocsi, valamint kis busz értékesítése. Cím szóval, Beledváros önkormányzat képviselő testülete úgy határoz, hogy értékesíti az önkormányzat tulajdonában levő használt zetortraktort és sportkocsit, valamint a 19 személyes Volkswagen LTÉ kis buszt. A képviselő testület felkéri és felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Aki egyetért ezzel a 60 javaslat készfeltartással jelezze. Egyébként köszönöm szépen, akkor ez volt a 11-es napendi pontunk, és a 12-esek egyebek következnek, amikre megkérdezem én a kormos képviselőtestület tagjait. Nekem nincsen egyebem, nekem az egyebem ugye ez volt, ami még a pénzügyén is ugye felvedettünk, de van esetleg valami közérdekű bejelenteni való, vagy kérdés. Parancsolj, Judikó! Én nem annyira közérdekű, hanem szeretném felhívni a figyelmeteket két pályázatra, amit szeretném, ha nem tudom, hogy mennyire megfelelő, illetve testhez álló, ezt kellene megvizsgálni. Az egyik a fenntartható városfejlesztési stratégiák, ez egy TOP plusz 1.3.1, 21 kódszámú felhívás, hogy ezt vizsgáljátok meg, hogy tudnánk-e valamit realizálni Beled javára, ez az egyik. A másik meg már többször beszéltünk a Magyar Kastély programról. Látjátok ezt a szép barkadejszi kastélyunkat, látjátok az állapotát. Azt hiszem, hogy ezek a kastélyoknak most van a most vagy soha korszakuk. Nem tudom, hogy mennyire vagyunk esélyesek, illetve hát ha nem adunk be pályázatot, akkor biztos, hogy egyáltalán nem. Úgyhogy szeretném felhívni a figyelmeteket, hogy vizsgáljátok meg a pályázati lehetőségeket, mert ez egy most aktív lehetőség, úgy tudom. Úgyhogy vizsgáljátok meg, legyetek kedvesek. Tehát ez a két fontos lett volna. Aztán akkor még amit szerettem volna mondani, ami valójában a lakosságnak szóló bejelentés, hogy a WC-k megérkezett a kerékpáros pihenőbe szánt illemhely, ami egyelőre le van rakva a tüzépen, aminek várjuk, hogy minél előbb ott legyen, ahol a helye van, és ha szükség van rá, akkor használni lehessen. Illetve, amit kaptunk a Videmon Kft-től kupakgyűjtő szívet, azt is helyezzük oda, ahova a lakosságnak a legmegfelelőbb. Úgyhogy ezeket szerettem volna elmondani. Kiemelten ezt a két pályázatot szeretném a figyelmetekbe ajánlani, hogy minél előbb nézzük meg a lehetőségeket. Köszönöm. Köszönöm szépen, Ildikó. Már egyben látok, de még akkor várom, hogy mondjatok, ha nincsen más olyan feladat, akkor gyorsan. Amik pályázati témákat vagy felvezettél, az egyébként más néven a TOP Plus program az a 2021-24-ig terjedő uniós ciklusnak a kiírása, ami természetesen a mostani látókörünknek a belső szintjén szerepel, tehát ezzel most foglalkozunk. Értelmezzük, hogy mire lehet, meg hogyan lehet. Elég hosszú, de átadom neked a ilyen anyagot, mert te is meg tudod nézni egyébként, azt végig kell olvasni. Nem egyszerű, körülbelül nyilvánvalóan ezt kérünk majd segítséget, hogy milyen, hogy tudjuk beépíteni a saját elképzeléseinkbe, és itt jön az is, hogy ugyanígy az által említett kastélyra is egyáltalán tudunk-e ott abból az irányból pénzt csatornázni, hogy így fogalmazzak. Tehát nyilvánvalóan mondom, tehát ez a látókörünkben a sok más egyéb napi, heti, havi munka, amikről most is beszéltem meg, amik az idei évben is már megtörténtek, ez most az első helyen szerepel. Ezeknek a pályázatoknak a két beadási ciklusa lesz. Az egyik az, ha jól tudom, január elejéig tart, a másik pedig májustól indul, és június elejéig ott is lesz egy hónapos beadás, amikor tehát két nyitott ciklusa vagy időtartama van a beadásnak.
úgyhogy rajt vagyunk a szeren. Nem baj, hogy te mondod, de nyilvánvaló ezek mások oldalról, és ezek azok a pályázatok tényleg, amik, hogy úgy mondjam, amikből érdemes foglalkozni, mert a 2 forintos vagy 1 milliós-sal szoktam mondani, minden pénznek örülünk, csak azért sokszor többet kell dolgozni, mint amennyit az egész él. De ezek azok a pályázatok, amikkel remélem, hogy az egységnyi befektetett munka, óra nem az enyém, hanem az egész hivatalé, meg mindenkié, az a leginkább kamatozódik a várható pénzügyi beérkezést, és nyilván az annak folyamán elkészülő produktumot illetően. Tehát itt nem mindegy, hogy van egy nagyon sok olyan, most bocsánat, kifejezés, piszlicsári pályázat van, amivel szinte azt mondom már, hogy gyakorlatilag nem szabad foglalkozni, mert elveszi az időt, energiát, figyelmet, sok előírása, meg teljesítése, és a hasznossága meg erősen megkérdőjelezhető. Erre, ha most semmi más dolog nem lenne, akkor ezekkel is szívesen foglalkoznánk, de nekünk még nagyon sok dolgunk van. Többek között kiemelten a kastély, ahogy mondod. Jó, csak ezt akartam még ezzel kapcsolatban mondani, hogy tisztában vagyok, hogy így, hogy tehát a település, tehát itt van Dénesor, Réceszemere, Rábakecső, stb. Tehát azért kell annyira ezekkel a pályázatokkal foglalkozni, mert most vagy soha dolgok, és ha netán nincs idő, akkor van annyi pályázatíró cég, sikerdíjért biztos, hogy pár százalékért foglalkoznak vele, ha netán nincs idő, még mindig jobban megéri belemenni olyasmibe is, mint az, hogy lemaradjunk róla, mert azért ezt a kastélyt, amilyen állapotban van, ezt a büdzsénkből soha nem fogjuk felújítani, viszont olyan állapotban van, ami látjátok, hogy milyen. Itt 100 milliókra van szükség. Köszönöm szépen, szerintem felejtettél, nem azt mondtam, hogy a kastélyre nincsen igen, nem azt mondtam. Azt mondtam, hogy ő az első szinten szerepel. Tehát minden olyan téma, amit a kastélyot tudunk behozni, az az első szinten szerepel. Tehát minden olyan, amit évek óta tudjuk, hogy szükséges és hasznos. Én azokra a bizonyos semmitmondó pályázatokra gondoltam, ami egyébként akinek van ideje rá, az csinálja, meg tegye, utalok a civil szervezetekre, pályázzanak aktívan, de egyébként az általad említett pályázatíró, ugye úgy történnek ezek a pályázatírások, hogy nem csak annyiból áll, hogy én kifizetem a pár százalékot a teljes összegnek, meghatározom a százalékát, az sokszor, nem sokszor, hanem mindig, az itteni lecsapódó feladatok, azok sokkal nagyobbak. Adni kell. Persze, adni kell. Ildikó, hidd el, hogy tesszük a dolgunkat, örülök neki, hogy te ezt folyamatosan kritizálod. De nem kritizálod, de... bocsánat, félre nehéz, én a figyelmet hívom föl. Természetesen. Tehát ez nem kritizálás jelöl, én csak jó. Nincs nekem visszajelzés arról, hogy ezügyben hogy állunk. És én ahogy nézegettem én is természetes. Előfizettem a tisztelet díjamból arra a pályázat figyelő produktív Kft-nek tehát ők folyamatosan figyelik, hogy mi az, amit az önkormányzatukra kifejezetten rá lehet húzni, és ha netán nem figyeled, vagy a látókörödből kiesik, akkor még egy piros kérdőjellel figyelmeztetnek, hogy légy szíves. És én ezt még annak ellenére, hogy tudom, hogy neked is ez megy, meg jár, annak ellenére én még továbbítani is szoktam, hogy figyeljünk rá. Tehát ebben semmi rossz szándék nincs, ez a település érdekében teszem azt, amivel megbíztak a választók. Tehát segíteni akarom, ahogy tudom. Jó. Tehát ennyiről lenne szó, semmi egyébről. Köszönöm szépen, természetesen, hogy így van a választó, sok mindennel bíztak meg, lehetően is nyilvánvaló az is része, de mondom a hivatal is. Tehát csak úgy tűnik, és nem veszem én ezt rossz néven, csak úgy tűnik az általad elmondottak, sokszor ezek mennek, hogy mintha mi itt, nem én, hanem nyilván a hivatal dolgozói, hogy úgy mondjam, csak ülnének és néznének ki a semmibe. Tehát én gondolom, meg tudom, hogy figyelik. És egyébként nyilvánvaló, hogyha nincs arra kapacitás, mert nyilván a hivatal nem csak belednek, hanem az általad említett 5 másik településnek is szolgáltat,
azon nem múlik, hogyha meg kell írni a feladatot, tehát azt megoldjuk, tehát nem azért nincs valami, nem azért nem szállunk bele valamiben, meg kezdünk bele. Ahogy mondtam, valamiben azért nem szállunk bele, mert úgy gondoljuk, hogy ezt nem éri meg, de egyébként nagyon sok pályázatnál meg azért, mert hogyha belenézel és elolvasod az apróbetűket, kiderül, hogy rád nem vonatkozik ezért vagy azért ki vagy zárva. Tehát vannak különböző kritériumok, amiket éppenséggel nem, tehát mi nem tartozunk bele, van ilyen is, tehát mindig megvan a maga oka annak, de azok a célok, amelyek előttünk vannak, és ismétlem kiemelten a kastélyra, meg az összes olyan infrastruktúrális beruházásra, ami még előttünk áll, akár az utak járdák vonatkozásában is, vagy bármi olyan, amit okosan ki tudnánk találni, azokra mi ugrunk, és ha tudunk pályázni, nem vagyunk valamiért kizárva, akár lakosságszám, akár adóerő, akár bármilyen, tehát néha mondom, vannak ilyen lehetőségek, akkor mi ugrunk és csináljuk, de ismétlem, nem tudom melyik médiát nézed, én hol ezt, hol azt, attól függ, mikor vasalok otthon, háttérben szólnak a tévéműsorok, és azok, amikor olyan pályázatokról hallok, hogy épült egy kilátó, de csak akkor ám, mint a buszmegálló, olyan magas, és onnan nem lehet ellátni csak akkor, hogyha nagyon jó a szemed. Tehát magyarul mondtam egy olyan példát, hogy sajnos vannak alibi pályázatok, meg kivitelezések, meg célok, meg egyebek, amik nem tudom, nem vádolok senkit, hogy milyen célból. Ilyenekre nem gondolom, hogy nekünk ugrani kellene. Van még bőven olyan hasznos és tényleg mindenki által elfogadott cél, amit nekünk még teljesíteni és megvalósítani kell, és amivel dolgozni kell, mert ugye maga a dolog nem csak abból áll, hogy pályázat és megnyertük, hanem utána azzal még sokat is kell dolgozni, tehát van még mit tennünk, és ezeket, tehát ezek felé mozdulunk el, és én azt gondolom, hogy ezt én aktívan csináljuk, mint a hivatal, mint jó magam is próbálok egy irányban felelősséggel és aktívan figyelni és rendezkedni. Körülbelül ennyit akartam. Köszönöm szépen. De nem baj, hogyha beszélünk róla, tehát ez nem hátrányos nyilvánvaló, mert én nem vagyok türelmetlen, én is figyelem, de lehet, hogy valami elkerüli. Na jó, van esetleg még? Amennyiben nincs, akkor köszönöm szépen a konstruktív testületi működést és hozzáállást, és köszönöm szépen a figyelmet, a türelmet és a figyelmet az érdeklődő lakosság részéről. Kívánok a mai napra már mindenkinek békés elnyugvást és jó pihenést. Köszönöm.